Noha senki nem számított rá, hogy a betegség ilyen gyorsan takarodót fúj, a polgártársaink nem siettek örülni neki. Az elmúlt hónapok igaz fokozták szabadulási vágyukat, de óvatosságra is tanították őket, és hozzászoktatták, hogy mind kevésbé és kevésbé számítsanak a járvány közelgő végére. Az új tény mindazonáltal szájról szájra járt, s a szívük mélyén titokban nagy reménykedés mozgolódott. Minden mást háttérbe szorított. A pest is újabb áldozatai nem sokat nyomtak a latban, ezzel a roppant ténnyel szemben. Igen, a statisztikai adatok csökkenést mutattak. Egyik jele annak, hogy az egészség korszakát, noha nyíltan nem merték, de titokban mégis várták, az volt, hogy polgártársaink most már szívesen beszéltek, igaz, hogy mi közömbös ábrázattal, arról, hogy milyen módon áll majd helyre az élet a pestis után. Abban mindenki egyetértett, hogy az előbbi élet kellemességei nem térnek tüstént vissza, nem? Hogy könnyebb rombolni, mint újjáépíteni. Most csak arra gondoltak, hogy kicsit javítani lehetne az élelmezésen, mert így a legégetőbb gondoktól lehetne megszabadulni. Aztán a jelentéktelenebb megjegyzések örve alatt egyszerre csak esztelen remény kell szárnia, annyira, hogy polgártársaink néha rá is döbbentek, hogy ilyenkor septiben igen bizonygatták, hogy a szabadulás semmiképpen sem várható ugyan holnapra, de és valóban a pest is nem is szűnt meg másnap. Úgy látszott azonban, hogy gyorsabban gyengül, mint ahogy észszerűen remélni lehetett. Január első napjaiban a hideg szokatlanul kitartóan betette meg a lábát, mintha kikristályosodott volna a város felett, pedig az ég még soha ilyen kék nem volt. Megingathatatlan jeges pompája teljes napokon át öntötte szakadatlan fényét a városunkra. Ebben a megtisztított levegőben a pest is fokozatosan zuhant 2-3 héten át, mint kisebb számú holttestek sorakozója mutatta, hogy kimerült. Rövid idő alatt elvesztette úgy szóval mindazt az erőt, amelyet hónapokon át felhalmozott. Ahogy elszalasztotta a biztos zsákmányt, amilyen Grand vagy a Rieu kezelte kislány volt, ahogy 2-3 napra fellángolt bizonyos negyedekben, mi alatt teljességgel eltűnt egyéb negyedekben, ahogy hétfőn megsokszorozta az áldozatokat, szerdán pedig futni hagyta csak nem valamennyit. Vagyis, ahogy így kifulladt vagy nekiíramodott, olyan volt, mintha ernyetten és fáradtan bomlana, és mintha az önmaga feletti uralommal együtt elvesztené a matematikai és fejedelmi hatékonyságot, amelynek erejét köszönhette. Castel széruma egyszerre egy sereg sikert hozott, amelyet eddig hiába küzdöttek. Az orvosi előírások azelőtt semmi eredménye nem jártak, de most, mintha teljesen biztos lett volna valamennyi. Úgy látszik, most a pest is került az üldözők gyűrűjébe, hirtelen legyengülése erőt adott a csorba fegyvereknek, amelyeket eddig hiába szegeztek neki. Megesett időnként, hogy a betegség szembefordult az ellenféllel, és mintha vakon nekilendült volna, elvitt 3 vagy 4 beteget, akiknek a gyógyulását már remélték. Ők voltak a pestis balsorsai, azok, akiket a remény kellős közepén ölt meg. Így járt otthonbíró, akit el kellett szállítani a vesztegzárt táborból, és Taró valóban azt mondta róla, hogy nem volt szerencséje, de nem tudjuk, vajon a bíró halálára vagy életére gondolta. Általában azonban a ragály visszavonult az egész vonalon, és a megyefőnöki hivatal közleményei, amelyek eleinte félénk is titkolt reményt keltettek, végül is meggyőzték a közvéleményt arról, hogy teljes a győzelem, s hogy a betegség kiüríti állásait. Alapjába véve nehéz volt eldönteni, hogy tényleg győzelemről van szó. Csupán annyit voltunk kénytelenek megállapítani, hogy a betegség úgy látszik távozik, mint ahogy jött. A hadvezetés, amely hadban állt vele, mit sem változott. Tegnap hatástalan volt, ma azonban a jelek szerint sikeres. Csak hogy az embernek az volt a benyomása, hogy a betegség magától merült ki, vagy hogy talán visszavonult, miután elérte valamennyi célját, szerepe valamiképpen véget ért. Pedig mintha mi sem változott volna a városban. Az utcákat, amelyek a nap folyamán mindig csendesek voltak, esténként épp úgy elözönlötte a tömeg, csak hogy most feltűnő volt rajtuk a sok sál, és
felöltő. A mozik meg a kávéházak ugyanolyan jól kerestek, ám közelebbről nézve észre lehetett venni, hogy az arcok pihentebbek, és néha mosolyognak is. Ilyenkor lehetett aztán megállapítani, hogy mindaddig senki nem mosolygott az utcán. Valóban úgy történt, hogy valahol behasadt az átlátszatlan fátyol, amely hónapok óta körülvette a várost. A rádió hírei nyomán minden hétfőn megállapítható volt, hogy a hasadás növekedett, hogy egyszer majd szabadon lehet lélegzeni. Még teljességgel negatív volt ez a megkönnyebbülés, nyíltan még nem fejeződött ki. Míg azonban annak előtte csak némi kételkedéssel vették tudomásul, hogy egy vonat elindult, vagy egy hajó megérkezett, vagy hogy az autóforgalmat ismét engedélyezik, ugyanezeknek az eseményeknek a bejelentése január közepén semmi meglepetés nem keltett. Valami nagy dolog ez, kétségtelen, ám ez a csekélység, ez az árnyalat mégiscsak megmutatta, hogy milyen óriásit haladtak polgártársaink a reménység útján. Elmondhatjuk egyébként, hogy attól a pillanatot fogva, hogy a lakosságnak a legapróbb reménye lehetett, a pestis tulajdonképpeni uralma véget ért. Mindamellett megállapítható, hogy polgártársaink egész január hó folyamán ellentmondó magatartást tanúsítottak. Pontosabban hol izgatottak, hol leveltek voltak. Így történt, hogy újabb szökési kísérleteket jeleztek, pontosan akkor, amikor a statisztikák a legkedvezőbbek voltak. Nagyon meglepte ez a hatóságokat, sőt, magukat, az őrszemeket is, mivel a legtöbb szökés sikerrel járt. Valójában azonban az illetők, akik ekkor szöktek meg, természetes érzelmeknek engedelmeskedtek. Egyesekben a pest is mélységes szkepticizmust oltott, amelyetől nem bírtak szabadulni. A reménynek már nem volt hatalma felettük. Mikor már lepergett a pestis ideje, ők még mindig a pestis normái szerint éltek. Elmaradtak az eseményektől. Másokban viszont, és ezek elsősorban olyanok közül kerültek ki, akik mindeddig távol voltak szeretteiktől, most a tartós bezártság és levetség után a remény feltámadó szele lázt és türelmetlenséget szított, és végképp megtörte önuralmukat. Valamiféle pánik szárta meg őket, arra gondoltak, hogy talán meg is halhatnak itt a cél közelében. Nem látják viszont, nem láthatják már a szeretett lényt. A hosszú szenvedésért talán semmi kárpótlást nem kapnak. Míg annak előtte hónapokon át kitartottak és várakoztak érthetetlen szívósággal, a börtönökben, a számüzetésben. Most a kezdeti remény elegendő volt ahhoz, hogy lerombolja, mint a félelem meg a kétségbeesés, még csak kikezdeni se bírt. Mint az őrültek, úgy lódultak neki, hogy elébe vágjanak a pestisnek, mert képtelenek voltak lépést tartani vele az utolsó pillanatig. Egyébként ugyanakkor ösztönszerű derűlátás jelei mutatkoztak, az árak észrevetően estek. Pusztán gazdasági szempontból megmagyarázhatatlan volt ez. A nehézségek továbbra is fennálltak, a vesztek zárral járó formaságokat fenntartották, az élelmezés egyáltalában nem javult azért. Tisztára lelki természetű jelenséggel álltunk szemben, mintha a pestis hátrálása mindenütt éreztette volna hatását. Ám a derülátás hatalmába kerítette azokat is, akik annak előtte egy csoportban éltek, akiket a betegség kényszerített az elkülönülésre. A város két zárdájában kezdtek ismét összeverődni, és újra megindulhatott a közös élet. Ugyanezt történt a katonákkal, akiket ismét egybehívtak a szabadon maradt laktanyákba. Folytatták a megszokott garnizon életet. Ezek a kis tények nagy jelek voltak. Ebben a titkos izgalomban élt a lakosság egészen január 25-ig. Ezen a héten a grafikon úgy lezuhant, hogy az orvosbizottság meghallgatása után a megyefőnöki hivatal bejelentette, hogy a ragály megfékezettnek tekinthető. Igaz ugyan, hogy a közlemény hozzáfűzte, az óvatosság megkövetelés ezt a lakosság bizonyára helyeselni fogja, hogy a városkapuk még két hétig zárva maradjanak, a járványt megelőző rendszabályokat pedig még egy hónapig fenntartják. Ha ez időszak folyamán a veszély legkisebb jelei is hát egyáltalán kiújulnának, a status quo fennmarad, a rendszabályok pedig bizonytalan időre érvényben maradnak.
Mindazonáltal ezeket a toldaléhókat mindenki egyöntetően formai kikötésnek tekintette, és január 25-ének estéjén vidám nyugtalanság töltötte be a várost. A megyefőnök, hogy csatlakozzék az általános derű hangulatához, rendeletet adott ki a betegség előtti időszak világításának helyreállításáról. Polgártársaink ekkor zajos és hahotázó csoportokba özönlöttek végig a kivilágított utcákon, a hideg tiszta ég alatt. A spaletták igaz több házban zárva maradtak, és jó néhány család csendesen töltötte az estét, amelyet máskor a családok újongása kísért. Mégis nem egy gyászba borult lény mélységes megkönnyebbülést is érzett, akár azért, mert félelme, hogy más rokonokat is elszakítanak tőle, végre lecsitult, akár azért, mert saját épségben maradásának érzését nem fenyegette már sem. Az általános örömmel szemben persze azok a családok álltak a leginkább idegenül, amelyeknek még ebben a pillanatban is volt egy betegük a pestis karmai között valamelyik kórházban, és amelyek a Vesztegzár épületben vagy odahaza arra vártak, hogy a csapás most aztán már végezzen velük, mint ahogyan végzett a többiekkel. Kétségtelen, hogy az illetők reményt is tápláltak, de elraktározták, mint valami készletet, és nem voltak hajlandók felhasználni addig, amíg csak ugyan joguk nem lesz rá. Ez a várakozás, ez a szótlan virrasztás, a feleúton a haldoklás és a derű között, az általános örömújongás közepette még kegyetlenebbnek tűnt a szemükben. Ezek a kivételek azonban mit sem vontak le a többiek megelégedett hangulatából. Kétségtelen, hogy a pest is még nem ért véget, még kimutathatja majd a fogafehérét, mégis már mindenkinek a lelkében hetekkel megelőzve a valóságosakat, indultak a vonatok, füttyentve a végtelen sineken, hajók szelték a ragyogó tengereket. Holnap a lelkek is elcsitulnak majd, a kétel pedig újraéled, most azonban az egész város nekilódult, elhagyta a zárt, komor és mozdulatlan helyeket, ahová kőgyökereit eresztette, útnak eredt az életben maradottak rakományával. Ezzel az estén Taruma, Grieux, Rambert, meg a többiek a tömeg között lépkedtek, és úgy érezték, mintha a talaj az ő lépteik alatt is inogna. Már messze jártak a körutattól, de Taru és Grieux fülét még mindig üldözte ez az öröm, akkor is, amiden néptelen sikátorokban zárt spalettájú ablakok között húztak el. Fáradtak voltak, és éppen ezért nem bírták elválasztani ezt a szenvedést, amely ott folytatódott a spaletták mögött az örömtől, amely kissé odább megtöltötte az utcákat. A közelgő szabadulás nevetett az egyik szemével, de könnyezett a másikkal. A moraj egyszerre csak erősödött, s még vidámabb lett. Taru megállt. A sötét kövezeten kecsesen futott valami. Egy macska volt. Az első, amelyet tavasz óta láttak. Megmerevedett egy pillanatra ott a járda közepén, tétovázott, végnyalta a mancsát, aztán hirtelen a jobb füléhez kapott, csendben nekiíramodott, eltűnt az éjszakában. Taru mosolygott, lesz öröm a kisöregnek is. De midőn a pest is úgy látszik távolodott, hogy visszatérjen ismeretlen búvóhelyére, ahonnan zajtalanul jött ki annak előtte. Ha más nem is, egy valaki volt a városban, akit ez a távozás megrémített. Kotár volt az, a hihetünk Taru feljegyzéseinek. Az igazat megvalva, ezek a feljegyzések elég furcsák attól a pillanattól fogva, midőn a grafikon zuhanni kezd. Írása talán a fáradtság jeleit viseli, nehezebben olvasható. Túl gyakran ugrik egyik tárgyról a másikra, mi több ezek a feljegyzések és ez első ízben történik meg, nélkülözik a tárgyilagosságot, és személyes jellegű elmélkedésbe csapnak át. Így például a Kotár esetet illetően elég hosszú részletek közepén rövid beszámoló található a macskás öregről. Taru szerint a pesti soha semmivel nem csökkentette az ő megbecsülését, eme személy iránt. Ha a ragály után épp úgy érdekelte őt, mint annak előtte, nem az ő... A Taru jó indulatában van a hiba, hogy most sajnos már nem érdekelheti többé. És mindent megtett, hogy viszont láthassa. Néhány nappal emel január 25-i este után
ott sílbakolt a kis utca sarkán. A macskák ott voltak tehát, melegedtek a napfoszlányokban, nem feledkeztek meg a találkáról. De a spaletták konnok kulcsukva maradtak a megszokott időpontban is. A következő napok folyamán se látta Taru soha nyitva őket. Arra furcsa következtetése jutott, hogy a kisöreg vagy haragszik, vagy meghalt. Ha haragszik, nyilván azért, mert azt gondolja, hogy igaza van. A pestis pedig meghazudtolta. Ám ha meghalt, akkor az ő esetében is felvetődik a kérdés, mint az öreg asztmás esetében, vajon szent volt ő? Taru nem gondolta, hogy szent volt, de úgy vélte, hogy az aggasztján esetéből figyelmeztetés olvasható ki. Lehet, olvassuk a följegyzésekben, hogy nem juthatunk el a szentségekhez, csak megközelítjük. Ilyen esetben egy szerény és könyörületes sátánizmussal kell beérni. Találunk még a feljegyzésekben, szintén a Kotára vonatkozó észrevételek között, számos gyakran szétszórt megfigyelést, amelyek közül némelyik Grandra vonatkozik. Grand felépülőben volt, és újra nekilátott a munkának, mintha mi sem történt volna. Mások viszont Rieu doktor anyját idézik fel. Gondosan lejegyezte azt a néhány beszélgetést, amit az együttlakást tett lehetővé az asszony és Taru között. Az öregasszony egyes mozdulatait, mosolyát, megjegyzéseit a pestisről. Taru különösen kiemeli Rieu-né asszony félrehúzódó természetét, szokását, hogy mindent egyszerű mondatokba fejez ki, különös vonzódását egy bizonyos ablakhoz, mely a csendes utcára nyílik, és amelynél esténként üldögélt kisé mereven, pihenő kezekkel és figyelmes tekintettel, míg csak az alkonyat el nem árasztotta a szobát, és fekete árnyékán nem formálta őt a szürke fényben, amely lassan-lassan sötétedett, és szétbontotta a mozdulatlan sziluettet. Ír a könnyedségről, amit egyik szobából a másikba ment, jóságáról, melynek Taru jelenlétében soha nem adta kézzel fogható tanújelét, de amelynek fényét Taru felismerte mindenben, amit az asszony tett vagy mondott, és végül arról is ír, hogy szerinte minden tudott, anélkül, hogy valahogy gondolkodott volna arról, hogy ennyi csend és árny között mindig valami fénylő magaslatra tudott emelkedni, még a pestis közepette is. Itt egyébként Taru írása furcsa módon hanyatlani kezd. A következő sorok nehezen olvashatók, mintha újabb bizonyítékát akarta volna adni ennek a hanyatlásnak, az utolsó szavak az elsők, amelyek személyes dolgokat tartalmaznak. Ilyen volt anyám is, szerettem benne ugyanezt a félrehúzódást, és őt szerettem volna mindig utolérni. Már 8 éve, hogy nem mondhatom azt, hogy meghalt, csak egy kisé jobban félrehúzódott a szokottnál, és amikor hátrafordultam, már nem volt ott. De térjünk most Kotárra vissza. Mióta a grafikon hanyatlóban volt, Kotár különböző ürüggyel többször meglátogatta Rieu-t. Persze minden egyes alkalommal jóslatokat kért Rieu-től a járvány lefolyását illetően. Gondolja, hogy csak úgy megszűnhet egyszerre, minden előzetes bejelentés nélkül? Kétkedő volt a tekintete, vagy legalábbis ilyen értelemben nyilatkozott. Csak hogy a kérdések, amelyeket ismételten feltett, kevésbé szilárd meggyőződésről látszottak tanúskodni. Január derekán Rieu eléggé derülátó válaszokat adott, és ezek a válaszok minden alkalommal, ahelyett, hogy felvidították volna Kotárt, változó hatást keltettek benne, azt szerint, hogy milyen nap volt, de mindig a rossz hangulattól a csüggedésig terjedő skálán mozgott. Egyszer aztán az orvos kénytelen volt azt mondani neki, hogy a kedvező statisztikai adatok ellenére még ne kérkedjünk a győzelemmel. Más szóval, jegyezte meg Kotár, megeshetik, hogy előről kezdődik az egész, egyik napról a másikra. Igen, mint ahogy az is lehetséges, hogy a gyógyulás üteme meggyorsul. Ettől a bizonytalanságtól, amely mindenkit nyugtalanított, Kotár láthatóan megkönnyebbült és beszélgetésbe elegyedett a környékbeli kereskedőkkel Taru jelenlétében, hogy terjessze Rieu nézetét. Persze könnyűszerrel sikerült ez neki, mert az első lelkes győzelmek után
Sokan ismét kételkedni kezdtek, s a kételkedés elnyomta a megyefőnöki kijelentés okozta lelkesedést. A nyugtalanság láttán Kotár lecsillapodott, de ugyanakkor, mint nem egy ízben, el is csüggett. Igen, mondogatta, végül mégiscsak kinyitják a kapukat, és meg fogják látni, mindenki hagyja majd, hogy lebukjam. Január 25-e előtt mindenkinek feltűnt Kotár álhatatlan jelleme. Miután a sokáig igyekezett a maga oldalára hangolni a környékbelieket meg az ügyfeleit, most kíméletlenül nekik rontott, és tette ezt nap-nap után. Látszólag félrevonult az emberektől, és egyik napról a másikra vademberként kezdett élni. Nem volt többé látható se vendéglőbe, se színházba, se kedvenc kávéházaiba. Mégis úgy látszik, nem talált vissza abba az egyszerű és szerény életbe sem, melyet a járvány előtt folytatott. Teljes visszavonultságában élt a lakásán, ebédjét, vacsoráját odavitette egy közeli vendéglőből, csak esténként lopakodott ki, megvette, amire szüksége volt, és amikor kijött az üzletből, a magányos utcákba vette be magát. A Taru ilyenkor összetalálkozott vele, csak rövid szótagokat bírt kicsikarni belőle. A következő percben már barátságos volt, minden átmenet nélkül, kimerítően beszélt a pestisről, kikérte mindenkinek a véleményét, és minden este újból elégedetten merült el a tömeg áradatában. Kotár a megyefőnöki nyilatkozat alapján teljesen eltűnt a forgalomból. Taru két nap múlva találkozott vele, az utcán lődörgött. Arra kérte őt, hogy kísérje vissza egész a külvárosig. Taru ötölt hatolt, mert az aznapi munkáktól különösen fáradt volt, de a másik nem tágított, igen izgatottnak látszott, össze-vissza hadonászott, gyorsan és hangosan beszélt. Azt kérdezte társától, gondolja-e, hogy a megyefőnöki nyilatkozat tényleg a pestis végét jelenti-e? Taru persze tisztában volt vele, hogy egy hivatali nyilatkozat önmagában nem elég egy csapás megfékezésére, de a józan ész szerint a járvány, ha csak váratlan dolog nem jön közbe, szűnőben van. Igen, szólt Kotár, ha váratlan dolog nem jön közbe, de váratlan dolog mindig akad. Taru felhívta a figyelmét arra, hogy egyébként a megyefőnöki hivatal, mint egy várja a váratlant, ezért rendelt el két heti haladékot, csak aztán lehet majd a kapukat megnyitni. És jól is tette, szólt Kotár. Még mindig komoran és nyugtalanul, mert nyilván nem akar csak úgy a levegőbe beszélni, amikor itt senki nem ismeri ki magát. Taru lehetségesnek tartotta a rosszabbodást, de úgy gondolta, helyesebb mégis számítani a kapuk közeli megnyitására, és a normális élet visszatértére. Tegyük fel, szólt Kotár, tegyük fel, de mit ért maga az alatt, hogy visszatér a normális élet? Új filmek a moziban, szólt Taru mosolyogva. Kotár azonban nem mosolygott. Szerette volna tudni, vajon lehetséges-e, hogy a pesti semmit se változtatott meg a városban, és hogy minden ott folytatódik, ahol abba maradt. Azaz, mintha nem történt volna semmi. Taru úgy vélekedett, hogy a pesti meg is változtatta, meg nem is a várost. Polgártársaink legfőbb vágya persze az volt, és az is lesz, hogy úgy cselekedhessenek, mintha mi sem változott volna, és így bizonyos értelemben semmi nem változik meg, viszont más értelemben nem múlik el minden nyomtalanul, még ha kellőképpen akarjuk sem, mert nyomot fog hagyni a pest is, ha máshol nem hát a szívekben. A kis magánzó kereken kijelentette, hogy őt a szív nem érdekli, sőt, kisebb gondja is nagyobb annál. Őt csak az érdekli, vajon magát a rendszert, nem fogják-e átalakítani, vajon például valamennyi hivatal működik-e majd, úgy, mint a múltban? Taru itt kénytelen volt beismerni, hogy sejtelme sincs róla. Szerinte feltételezhető, hogy a hivatalok, mivel a járvány alatt megbolygatták őket, kissé nehezen zökkennek majd vissza a kerékvágásba. Minden bizonyal egy sereg új probléma is felmerül majd, legalábbis a régi hivatalok újjászervezése szükségessé válik. Aha! Szólt Kotár. Ez valóban lehetséges. Mindenkinek mindent előre kell kezdenie. A két sétáló Kotár házához érkezett. Kotár felélénkült, igyekezett derűlátó lenni, maga elé képzelte a várost, amint új életet kezd, eltörli a múltját. Ismét a nulláról indulhat.
Így van ez, szólt Taro. Aztán végül talán maga ügyei is rendeződnek, hiszen bizonyos értelemben új élet fog kezdődni itt. A kapuban álltak, és kezet szorítottak egymással. Igaza van, szólt Kotár egyre izgatottabban. Ismét nulláról indulni, bizony, az jó lenne. Ekkor azonban két férfi vált ki a folyosó homályából. Tarónak alig volt ideje meghallani, amint a társa azt kérdezte tőle, hogy vajon mit akarhat az a két alak? A két alak, akik ünneplőbe öltözöttek voltak, tisztviselőknek látszottak, megkérdezték Kotártól, vajon tényleg Kotárnak hívják-e, mire az utóbbi tombán felkiáltott, egyet fordult a tengely körül, és már is eltűnt az éjszakában. Anélkül, hogy Taru meg a többiek lélegzethez juthattak volna. A meglepetés eloszlott, és Taru megkérdezte a két férfitől, hogy mit akarnak. Camus a Pestis, 10. tekes második sáv. Tartózkodó és udvarias képet vágtak, és azt mondták, információkról van szó. Aztán higgadtan abba az irányba indultak, amerre Kotár eltűnt. Taru mielőtt hazaérkezett, lejegyezte ezt a jelenetet, és mindjárt utána, az írásból ez pontosan megállapítható, fáradtságáról is megemlékezett. Hozzáfűzte, hogy még sok a tennivalója, de hogy ez nem ok arra, hogy ne legyen résen. Tűnődött, hogy vajon tényleg résen van-e. Befejezésül azt a választ adta, és itt végződnek Taru feljegyzései, hogy mindig van egy órája a nappalnak meg az éjszakának, amikor valaki gyáva, hogy ő csupán ettől az órától fél.